Üdvözöllek! A gépelés sebessége elég gyakran fontos, amikor számítógépet használunk, akár a munkáink során, vagy akár akkor, amikor például valakivel csetelünk. Kifejezetten előnyös tud lenni, ha valaki gyorsan tud gépelni. Ez persze tanulható is, és van is egy ingyenes program, aminek az a neve, hogy Rapid Typing. Itt van tulajdonképpen az első találat, itt a downloadot én a Google-ben rögtön elérem, de induljunk ki innen. És itt van a Typin szoftver. Itt rögtön a legelső, amiről most szó lenne. Download. File mentése. Letöltődött, és akkor indítsuk el a telepítőt. Tovább elfogadom. Látható, hogy több felhasználós telepítés is lehetséges. Csak a tanár számítógépére kerül telepítésre a tanulók helyi hálózaton, Wi-Fi-n vagy Etherneten keresztül egy hálózati meghajtón futtatnak egy végrehajtható fájlt. Hát most nekem a telepítés személyes használatra. Telepítés helyét célszerű beállítani, de most én ezzel nem szórakoznék. Tovább, megint tovább, és akkor telepítés. Befejezés. És láthatod, először is néhány beállítást kell eszközölni. Windows, vagy pedig Mac, asztali, illetve egyéb lehetőségek, 105 gombos, 107 gombos, Enter billentyű, lapos, magas, nagy, hát kinek melyik, szám billentyűzet, nekem ez egy úgy gondolom, hogy megfelelő, illetve itt a szín kiosztás 5 színű. Hát szerintem ez így jó tud lenni, és akkor oké. Vegye fel az alapkéztartást, hát látható az tulajdonképpen hogyan néz neki, és hát gyakorlatilag azokat kéne begépelni, amit itt látunk. Tehát megkeressük az alapkéztartást, felvesszük, és akkor F, szóköz, J, szóköz, D, szóköz, K, megint szóköz, F, J, és hát így tovább. Láthatom, hogy itt fent beállítható, hogy bevezetés, kezdő, közép, haladó, haladó, valamint további kurzusok hozzáadása. Illetve itt az egyes fejezeteken belül, látható itt van, hogy alapgyakorlatok lecke 1. Hát igen, van egy néhány, aztán váltó billentyűk, alt billentyűk, szám billentyűk, szám billentyűzet. Tehát ezekkel tudunk gyakorolni, és hát tovább haladni. De ez csak a bevezetés. Aztán látható itt van a kezdő. Hogyha átváltunk erre, akkor itt is fel van osztva külön szekciókra. Hát van egy néhány, de igazából kell is. Látható, itt méri azt is, hogy milyen sebességgel gépelünk, valamint az, hogy milyen pontossággal, illetve a felhasznált, vagy hátralévő időt. Hát ez tulajdonképpen így ennyi. Olyan rettentő sok mindent erről nem lehet mondani, ki lehet amúgy tenni teljes képernyőre. És látható, most a kezdőre átváltottam, itt azért egy kicsit talán már bonyolultabb a helyzet, de igazából még ez is ilyen alapszintűnek mondható. Célszerű persze sorban haladni. De belenézhetünk mondjuk a középhaladóba. Hát igen, látható. Itt már konkrét mondatok vannak. Ezekkel lehet gyakorolni és szépen haladni. Egyre jobb gépelési tudásra szert tenni. Itt még néhány beállítás egyébként elérhető. Billentyűzet, háttér és szövegszíne, betűtípus, hangok. De ezekről nagyon sok mindent szerintem nem lehet mondani. Ezt mindenki meg tudja nézni és be tudja saját magának állítani.